Valami fejlemény Roferről? Sajnos még nincs semmi infóram, de még csak egy hét telt el a távozása óta. Kell nekem Warrison hatalma. El se tudod képzelni, mekkora befolyása teszek szert, ha én birtokrom az erejét. De honnan ennyire biztos abban, hogy létezik a legenda? Látod ezt? Egy Forxin lovagé volt, és ők már persze nem élnek, de ez az egy dolog miatt hiszek abban, hogy létezett Warrison is. Biztos sokat ér. Ez, barátom, ebből egy 100 000 fős sereget tudnék venni. És akkor miért nem adja el? Mert ez az én kabalám. Ez, ami fenntartja a hitem. Ruken és Gerontin, maradjatok itt, ameddig vissza nem jövök. Elintézem az utazásunkat. Te meg mit bámulsz? Semmit. Na, meg is vagyunk. Pont időben, mert lassan indul a hajó. Hajó? Itt? Igen, itt. De... se folyó, se tenger nincs a láthatáron. Ennek a hajónak nem lesz rá szüksége. Nekem elhiheted. Ez csodálatos. Ezért rossz annak, aki folyamatosan háborúkban vesz részt. Nem tanulja meg értékelni a körötte lévő életnek a csodáit. De, ez mondjuk azokra is igaz, akik a saját birtokukat nem hagyták el még soha. Te? Honnan jössz, Gerontin? Messzire. Nagyon messzire. Volt valami szép a hazádban? A Deroni nők. Valahogy sejtettem, hogy Deron vagy. Gratulálok, zseni vagy. És sokan vagytok még? Viszonylag sokan, de Warrison háborúja óta mind szétszélettünk. Te harcoltál abban a csatában? Igen. Szóval nem vagy megbékélve a fajtámmal, ugye? Én Warrisont követtem, aki csak azért csinálta, hogy a mi fajtánknak ne kelljen a porban élnie, mint a magad fajta embereknek, akik kizsákmányoltak minket és csak nevettek rajtunk. Sajnálom. És sajnálom, amit a népeddel tettek az akkori emberek. De már több mint 100 éve volt ez a háború. Az emberek változtak. Biztos vagy te ebben? Warrison volt az, aki megmutatta az embereknek, hogy titeket nem tipornak a földre. Tényleg sajnálom. De én nem ítélkezem semmelyik faj felett. Én úgy gondolom, egyformák vagyunk. Attól függetlenül, hogy vannak különbségek. Részvétem a társaidért. Meg is érkeztünk. Ez Pyromus. Az a nagy épület ott kié? Ó, hát az Lothian legfőbb palotája. Ez az egész város az övé. Saját jelzése is van. Ő, mint egy hatalmas nagy birodalom. De mondjuk, az is. Te szinte mindent tudsz. 5 év alatt sok helyen megfordultam. Akkor neked az út nem is tartogat meglepetést. Bárhol fordultam meg, akár többször is. Mindig volt valami meglepetés. De én élvezem az utazást. És nekem is vannak még olyan helyek, ahol nem jártam. Na de, most keresnünk kell egy kis pénzt.
Hogyan? Takarítással? Ki akarod fosztani a várost? Nem, és nem. Munkát vállalunk. Egy megbízást. Be akartok jönni, vagy megvártok kint? Én maradok kint. Én is. Jól van, addig a lovakat intézzétek el. Hello, egy Torvel nevű embert keresek. Szigor, öreg barátom, rég láttalak errefele. Munka kellene, mi? Ahogy mondod, barátom. Sajnos csak fejvadász munkáim vannak. Azt te meg úgyse válasz. Biztos van valami. Lothion mostanában megszigorította az áruszállítást. Nem hiszem, hogy betudsz nekem csempészni egy kis búzát. Mennyi kellene? Hát olyan 30 ládával. 30 láda? Egy zsák aranya jutalom. Mikorra kell? Hát olyan egy hét múlva. Hamarabb is megszerzem, mint egy hét. Ezt mondjuk gondoltam. Még látjuk egymást. Ahogy mondod. Amúgy, miért is jöttünk ebbe a városba? Mert nem egyenesen a sírhoz megyünk. Mert 3 hétre van innen. Azért jöttünk ide, mert ismertem valakit, aki munkát tudott adni. De minek a munka? Hogy élelmet, felszerelés és minden egyebet tudjunk magunknak biztosítani. Ah, igaz. És akkor hogyan tovább? 30 láda búzát kell hoznunk. És a jutalom egy zsák arany. Akkor innen tovább állunk? Igen. Holnap reggel jön vissza a hajó, addig itt megszállunk valahol. És arra van már terved, hogy hogyan szerzed meg azt a 30 ládát? Szerezzük? És emlékszel, hogy szereztük a lovadat, nem? Igen. Na, valahogy úgy kell elképzelni ezt is. Legalább unatkozni nem fogunk. És hol akarsz megszállni? Reggelig rengeteg időnk van még. Záderik vagyok, nem? Hát, ha valaki megszáll minket. Lothion uram, segítségét szeretném kérni, hogy szálljon meg egy Záderik katonát és barátait egy éjszakára az ön gyönyörű palotájában. Valamit valamiért. És mi lenne az? Az egyik emberem nem tért vissza már egy ideje, és kezdem sejteni, hogy valami baj lett. Úgy hívják, hogy Roffer. És az én jelzésemet is oldja. Azt szeretném, hogy találd meg. Jól van. Ma megkapjátok a szállást, és ha megvan, nyugi, akkor még jutalmat tudom, csinálok. Alfi elvezet titeket a szobátokhoz. Köszönjük. Ah, és egy pillanat. Hogy is szólíthatlak? Gerontinnak. Jó pihenést kívánok nektek, Gerontin. Erre tessék. Alfi, ugye? Mondja csak, vannak itt jó helyek a városban? Akad itt. Dapiromus Fesztivál a legjobb. Ami hamarosan megint lesz. Igen, az nagyon jó. Vagyis hallottam róla, hogy milyen jó. Na, itt is vagyunk. Köszönjük, Alfi. Még találkozunk. Jó pihenést kívánok. Miért Gerontin nevét mondtad? Mert van egy kis nézeteltérésem ezekkel az alakokkal. Úgy néz ki. Azok a puhány balfékek, az ő zsoldosai. Pontosan. Ha kell, elbánok velük még egyszer. Hanyagoljuk most a feltűnést. El kell tűnnünk innen. Mit akarnak tőled? Warrison sírjához a térképet. Most már értem. Megvárjuk, hogy Roffer bemenjen Lothionhoz, és mi eltűnünk. De ha más nevet adtál meg, akkor nem tök mindegy. Elmondtam, hogy Záderik vagyok. Roffer gyanakodni fog. Szóval mennünk kell. Roffer,
Kellemes meglepetés. Pont most béreltem fel valakit, hogy keressen meg téged. Hát már nincs rá szükség. Itt vagyok. Mondd, hogy megszerezted. Egy Zadriknál van. De meg fogom szerezni. És a nevét tudod? Szivornak hívják. Á, már azt hittem, hogy talán ez a másik Zadrik segíthet nekem. Van itt egy Zadrik? Igen, nemrég érkezett. Volt vele egy enyhe beütésű Deron? De, igen, volt. Meg egy kis srác is. Talán ő az. Szibor. Ó, épp téged kerestelek. Lothion, megtaláltam. Hol a jutalmam? Meg vagy rohadék. Futás! Emberek, nézzétek, mit találtam! Ajánlom, hogy jó okod legyen arra, hogy felkeltettél. Ó, jó, hogy itt szálltunk meg. Így gondolom én is. Te most viccelsz velem, ugye? Semmiképpen sem. Szivor, te gyorsabb munkát végeztél, ahogy mertem volna gondolni. Fizetség? Tessék, itt van. Köszönöm, ez pont elég lesz. Jó tanács, mostanában kerüld el ezt a helyet. Lothion már a fejedre pályázik. Köszönöm a tanácsot. Tessék, egy kis ajándék. Még arany? Megérdemled, főleg most. Na, menjetek! Várjatok egy kicsit. Van egy kis elintézni való. Jó napot, uram! Nehéz időket élünk, és arra gondoltam, most rászorulhat egy kis aranyra. Tessék! Minden jót! Te most aranyat adtál neki? De hát most raboltuk ki. Ahogy a lovodért is, mikor elvittük. Miért? Nem érdemlik meg, hogy elvegyük azt, ami valójában az övék. Hát, mégis elvetted eddig. Tudod, Ruken, ha vannak sürgős dolgok, intézkedni kell. De sose szabad azt lesemmizni, aki sose érdemelte meg. Akkor máskor ne tégy ilyet.
Lehet rossz dolgokat teszek, de próbálom ezzel javítani őket. Azzal javítanál ezen, hogyha többet nem lopnál. Igazad van. Máskor nem teszek ilyet. Na, most menjünk Fóliumba. Ott megszállunk.